A felvételi eljárásban a tanszék következő szakjaira lehet jelentkezni. Gazdaságinformatikus, felsőoktatási, szakképzési szak. Mérnökinformatikus, rendszergazda, felsőoktatási, szakképzési szak. Programtervező informatikus, fejlesztő, felsőoktatási, szakképzési szak. Az informatika alkalmazásai tanszék részéről nagyon könnyű helyzetben vagyok, hogyha arról kell beszélnem, hogy miért jó idejönni, vagy miért minket érdemes választani egyáltalán, miért az informatikát. Minden más szakmával szemben jelenleg azt hiszem, hogy az informatika az, ami két oldalról is nagyon, nagyon kellemes tudományág. Az egyik az, hogy érdekes, programozni jó, algoritmusokat készíteni és megérteni jó. A másik pedig az, hogy nagyon jó lehet vele keresni, tehát lehet nyugodtan szépíteni a dolgokat, de nyilván két lábon áll a dolog. A másik, hogyha a mi tanszékünkről, a mi intézményünkről van szó, akkor pedig azért vagyok nagyon könnyű helyzetben, mert egyrészt elég hosszú múltra tekintünk vissza ilyen szempontból. Több mint 50 éve kezdődött meg a számítástudomány, számítástechnika oktatása. Hát most már Karunkon, de akkor még különálló intézmény volt, a Szegedi Tanárképző Főiskola, és gyakorlatilag az a hagyomány, amit a tanárképzésből áthoztunk, az a kisebb létszámú hallgatói csoportokkal való együttműködés, az a fajta barátságos kommunikáció, ami azt hiszem, hogy a nagy egyetemekre sohasem tudott jellemző lenni a nagy hallgatói létszám miatt, ez nálunk megmaradt. Hogyha valaki itt végez, egyrészt gyakorlatiasabb képzést kap, mivel a 4 fél éves képzésből 1 fél évet eleve cégnél tölt. Innen nyilván rögtön a munkaerőpiacra is kerülhet, vagy kiléphet a munkaerőpiacra, ami azt jelenti, hogy egyrészt, hogyha például a fejlesztő szakunkon, programtervező informatikus fejlesztő szakunkon végez, akkor programozóként el tud helyezkedni. Itt gyakorlatilag a webfejlesztéstől kezdve a játékprogramok fejlesztésén keresztül akármilyen komolyabb gazdasági programok fejlesztéséig bármiben részt vehet. Hogyha pedig a mérnökinformatikus rendszergazda szakunkon végez, akkor rendszergazdaként, rendszerek üzemeltetőjeként, akár ezek lehetnek kisebb vállalati, vagy akár nagy cégrendszerek működtetésében is, vagy létrehozásában is szerepet vállalhatnak. Tehát mindenképpen nagyon széles paletta áll azok előtt, akik itt végeznek. Ha viszont úgy döntenek, hogy szeretnének tovább tanulni és följebb lépni, még följebb lépni a felsőoktatásban az informatikát illetően, akkor az a szerencsés helyzet áll elő, hogy mindegyik szakunkról egyetemen belül az azonos nevű BSC, sőt akár azt követően MSC szakokra tovább léphet, és ráadásul az itteni elsajátított elméleti anyagnak a felét azt gyakorlatilag elismertetheti az egyetemen. A jelentkezéshez nem szükséges emelt szintű érettségi. A jelentkezési határidő 2025. február 15-e.